Ha most megvan neked az a kép, hogy valamikor a kisiskolás kor vége felé a gyerek számára úgy összeáll a világ, hogy vannak mértékek, meg vannak törvények, meg aki a legjobb, az győz, akkor ez a számodra is egy óriási szülői fejlődési időszak végét jelenti. Tudnélik, ez az egyetemes ember, akit most majd magad előtt látsz, ezek alatt, az évek alatt látod, ahogy kibontakozik, ez elhozza azt az igényt, hogy te is az ész egyetemes eszközét használva bánjál vele, viszonyulj hozzá. Mert hamarosan beleszalad abba az időszakba, amiről majd külön beszélek sokkal későbben, amikor már megint szétbontódik a világ résztudásokká, az ő személyisége szétesik hormonok, szőrök, illatok világává, de neked meg kell tartanod azt az igényt, hogy ő vele, mint teljes személyiségével, az ő tudásával, mint egy kezelhető tudással kezdjél el bánni, mert különben most meg te kezded el adni neki azt a mintát, hogy jaj, ez amaj, mondjuk a szaktárgyak tekintetében, és szinte úgy jár, mint amikor megijed egy kötéltáncos, vagy mint amikor valaki beleszédül a mélységbe, arról a kötélről, vagy arról az ösvényről, ahol addig teljesen nyugodtan járt. Észre kell venned, mint szülőnek, hogy te is része vagy annak a klisé sorozatnak, ami azt rombolja, hogy a világ érthető, a dolgok megérthetők, a matematika megérthető, a versek megjegyezhetőek, a dolgok lerajzolhatóak. Szóval, hogyha ezt te elkezded kivonni magad szülőként ebből a görög eszményből, akkor elkezded a gyereked számára szorongásossá, meg félelmetessé tenni a világot. Tehát neked ilyenkor nagyon-nagyon sok dolgod van, mert azt kell sugallnod, hogy igen, ez megérthető. Akkor is, hogyha egy leckével előtte jársz a tananyagban. Ez alapvető feladatod, és ezekben a viszonylag egyszerű években tudsz rászocializálódni erre.